Szeretettel köszöntelek benneteket. Most lett vége a radnóti menetnek, és átjöttem ide. A többiek is, én köszönöm, hogy itt lehetek veletek. A többiek is jöttek volna, de reggel 8-tól kezdődik már, és úgyhogy mindenki hihetetlen módon már elnézést, hogy nagyon-nagyon fáradt. Egyszer ma jöjjenek. Radnóti Miklós sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell, a bajban. De aki egyszer egy vadhajlanon arra ébred, hogy minden összeomlott, és elindul, mint kísértet, kisholmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett is tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, és nem is lesz immár sosem nékem. Mereng el hát egy percre, gazdag életem. Szívemben nincs harag, bosszú nem érdekel. A világ újraépül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van. Nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantasz, barátom, fordulj el és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs. 1944. április 30-án. Köszönöm szépen.